Vasárnaptól átcsoportos jégkorong világbajnokság Budapesten a jégpalotában az U18-as lányoknak, akik Szlovákiát verték kétszer felkészülési meccsen. Most összetartáson voltak, pénteken még Kanada ellen korcsolyáznak ki főpróvaként, hogy aztán a legnagyobbak közül a svéd-amerikai orosz hármassal küzdjenek élesben csoportjukban. Gömöri Csaba szövetségi kapitány, és a csapatból Pártos Réka jött el hozzánk latolgatni a kilátásokat. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. É, de én javaslom, hogy először nézzük meg, mert, mert itt nagyon készültök erre a VB-re, plakátokkal, egységes arculattal, és van egy kis filmetek is, úgyhogy most ezt megnézzük gyorsan, és aztán beszélgetünk. Csillogó szépsége, szikrázó csaták. Női U18-as jégkorong VB március 23-ától 30-áig a jégpalotában. A mérkőzésekre a belépés ingyenes. Na, hát nagyon megadtátok a módját, Réka az ilyen jégpályán kívüli körülmények azok nem idegesítenek, inkább földobnak? Már, már ilyenekkel is kell foglalkozni. Már mint a média szereplése? Igen, az... például, igen, 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 hogy ez egy plakátokkal jár, meg filmel jár, meg figyel rátok mindenki. Hát gondolom, mivel lányok vagyunk, ezért mindenki élvezi a Rivalda fényt. Úgyhogy akkor ez rendben van. Milyen volt a, a, Miskolci csapatépítő tréning? Érdekes volt, de ráébresztett szerintem, hogy minden, tehát így csapat terén mindenkinek vannak hiányosságai, de ahogy én észrevettem, mindenki azon dolgozik, hogy minél jobb teljesítményt tudjunk nyújtani majd. E, például akkor te a saját e, magad vonatkozásában milyen hiányosságra ébredtél rá? Hát empátia, ilyesmi. Jaj, értem, hogy jobban kell figyelni Igen. a társakra. E, ezeket is Csaba úgy tűnik, hogy nagyon tudatosan tervezitek, hogy hogy ez a közösségépítés is legyen része ennek a felkészülésnek, igaz? Hát abszolút, most a második éve dolgozik a csapat mellett két kitűnő a szeretném is elmondani, hogy a gyömbérnöm és a Kovács Kriszta készült egy, hát azt mondom, hogy ilyen hiánypotló kis könyv, munkafüzet is, ezt is mi találtuk ki közösen velük a sportpszichológia Csoda Égen címmel, ami a lányokat segíti abban, hogy mentálisan is jobban fel tudjanak Van egy ilyen kis könyvük, és akkor abba, abba írkátok, megjegyzeteltek is, nem? Arról van szó. Igen. Uh -huh. Tehát így folyamatosan, mint egy naplószerűen vezetitek? Igen. Hogy kivel milyen bajod volt, meg hogy te mivel voltál jó szóval ilyen jellegű kérdésekkel? Nem, inkább a saját komfortzónádat és a csapat komfortzónáját ö, vegyíti össze. Aha, de mondj, mondj egy példát rá. Hát... Ami mondjuk nem ilyen nagyon titok, ami személyes, de mégis a bejegyzéseid közül. Csak kíváncsi vagyok, hogy... Például, hogy egy meccs napon mik azok a... Hát, hogy mik a szükségleteid? Hogy csend, nyugalom, vagy hogy éppen szeretnél valaki mással beszélgetni? Aha, igen, mert ugye nyilvánvalóan nem mindenki egyforma, igen. és azt is érdemes fölmérni, hogy mondjuk kinek a, az utolsó nagy meccsel az irákészítésben mit, mit érdemes csinálnia. Igen. Te a bulizunk a meccselőt, vagy nem, legyünk magányosak? Igen, én szerettem, ha csend és nyugalom van, és uh -huh. kicsit tudok redakszálni. Uh -huh. Hát akkor nézzük azt, hogy miután itt volt az a film, és indul a buli, mekkora támogatásra és nézői érdeklődésre számítatok? Ez egy nagyon jelentős állomás a lányoknak és a magyar hókénak? Hát azt gondolom, hogy így van a, a, a magyar égkorognak, a női égkorognak, nekünk, a lányoknak, egy öt éves munka. Azt gondolom, hogy olyan formán befejezése vagy megkoronázása lehet ez, hogy Réka is ez a 96-os korosztály, akik akkor négy és fél, öt éve ezelőtt, 12-13 évesen kezdték el a munkát velünk, és a csapat gerince az egy ilyen pont utolsó éves út 18 as játékosokból áll, és azt gondolom, hogy átcsoportos világbajnokság ugye még nem volt Magyarországon, e, ilyen fantasztikus hoki nemzetek csatáját nem láthatta a közönség. Én csak remélni tudom, hogy főleg azáltal, hogy a Jékkorunk Szövetség is ennyire mellé állt, és például lehetővé tette, hogy ingyenesen tekinthetőek meg a mérkőzések, különböző támogatók eredményeképpen. Én remélem, hogy kimerem mondani, hogy a magyar mérkőzéseken, a sorsdöntő mérkőzéseken esetleg egy teltházat is lehet produkálni. Hát így legyen. Rég, hogy a te karriered, hogyha már azt mondta a mester, hogy sokatok számára ez egy lezárás is lesz a korosztályos válogatottban. Szóval tiéd ugye Érsekújváról, Fradin, Erzsébeten át a vasasig tart idáig. Te milyen érzésekkel, meg, 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 célokkal és tervekkel készülsz erre a világbajnokságra? Hát én mindenképpen szeretném, ha maradnánk de én igazából nem várom el, csak szeretném, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani. Uh -huh. Szóval, hogy a te mégiscsak merész elképzelésre állsz, oda maradni. Igen. Mennyire merész ez, csoda? nézd, tavaly ugye már részt vettünk egy átcsoportos megbanosságon, ilyen sem volt még, ugye akkor is elmondtuk, hogy az, hogy feljutottunk annak idején, az csoda, az, hogy bemaradtunk, az persze az a viszonylag simán, az azért egy erős kifejezés, de de hatodik helyen, tehát a csoportmérkőzéseken már bebiztosítottuk a bemaradást, szerintem az, az, is egy csoda volt. Ha akkor kérdezted, akkor azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez szinte lehetetlen kategória. Most hát meg szinte lehetséges. Most miért nem mondanám azt, hogy, hogy lehetséges? Mi úgy készülünk, hogy természetesen a hazai környezetben akármilyen nagy ellenfelek vannak, pedig hát látjuk, hogy azok. Szeretnénk a csoportmérkőzéseken szintén bebizos, bebiztosítani azt, hogy, jövőre is átcsoportosak maradjanak a lányok. Hát akkor nézzük azt, hogy az ellenfelek esetében, ugye lesz ez a bizonyos másik ágon lévő Kanada elleni főpróba, ez azért érdekes, mert a kanadaiak kérték kifejezetten, hogy veletek játszhassanak, és ez nyilvánvalóan egy megtiszteltetés. Aztán majd élesbe jönnek a svédek, őket már egyszer hosszabb biztásra készítették, a négy nemzet és aztán majd az Egyesült Államok és Oroszország kit lehet megfogni? É, én azt gondolom, hogy az usa vegyük ki egy kicsit ebből a történetből. Ugye azt köztudott, hogy USA és Kanada talán még az átcsoporton belül is kilóg a sorból fölfele. Az összes döntőt eddig a világbajnokságok Nem lenne történet, meglepő, hogy ez a két csapat játszana. Nagy valószínűséggel, igen, azt gondolom. Az orosz és a svéd válogatott az, aki ellen mi úgy készülünk kifejezetten, természetesen USA ellen is mindig szeretne az ember úgy égre hogy hogy győzni megy, de a, a svédeken és az oroszok ellen mindent meg fogunk próbálni, és arra fókuszálunk a legjobban arra a két mérkőzésre. Na most mindeközben Rifa <laughs> nem lesz furcsa az, hogy pénteken van egy, egy kezdés előtti főpróba, ahol a létező legbrutálisabb ellenfél ellen kell pályára lépni. Nem, szerintem ez egy mindenképpen jó dolog, mert... Egy nagy vereség is fölhúzza az embert ilyenkor? Ha hát, mondjuk az lenne. Én azért reménykedem benne, hogy nem lesz akkor a vereség, de ha mondjuk egy ilyen öt alatti meccset tudunk Kanadával játszani, azt szerintem mindenkinek bíztató lenne. Uh -huh, hát igen, ez, ez már a pszichológiai felkészítés része ezek szerint, igaz? Hát, örömmel hallottam, ezt szóval meg így figyeltem, hogy volt egy kis ilyen elszólásod, úgymond hogy egy nagy vereség, reméljük, és én azt gondolom, hogy a tavalyi négy-egyből tavaly indulva, ugye tavaly élesbe a csoportmérkőzéseken kellett játszani, és a 33 percig egy-egy volt. És azt gondolom, hogy nem véletlen, amit mondtál, hogy Kanada minket kért kifejezetten a házigazdát. Itt még azért e, megérkeznek közül más csapatok is. Nyilván játszhatott volna másik, másokkal is felkészülési meccset, de már egy éve tart ez a e, állapot, amikor többször találkozunk kanadai vezetőkkel a világ különböző táján, és mindig elmondják, hogy ez a mérkőzés nekik nagyon tetszett, a csapat nagyon tetszett. És igazából mi, mi azt mondják, hogy mi <coughs> magyarok még mindig fölfele szállóákban szálló vagyunk, és, és velünk jó játszani, tehát azt gondolom, hogy ez egy tényleg elismerés. Utolsó megjegyzésem vagy kérdésem, hogy azt se felejtjük, hogy 30-án vége a VB-nek, és aztán lendületből már is indulás tovább női lett Lettországba. Jelentős átfedésekkel? Igen, jelentős átfedésekkel azt gondolom. Természetesen vannak kiváló felnőttkorú játékosaink is szerte a világba, idegelégősként is és idehaza is. Miközben ez egy nagyon nehéz dolog, mert egy hét elteltével játszani egy, egy felnőtt világbajnokságot, ahol egyébként szintén az átfedés miatt egy, azt gondolom, hogy egy 10-12 játékos oda fog kerülni az U18-as válogatottból is. Hát arra is készülünk párhuzamosan, tehát lesz egy érdekesség, hogy mondjuk a jégpoltában zajlik a átcsoportos világbajnokság, de közben mi arra is figyelünk, ugye ugyanaz a szakvezetés, ugyanaz a stáb van, hogy mondjuk Újpesten egy másik pályán edzéseket tartanak, vagy bevont edzők, vagy még mi is átjárunk oda majd, és, és nekik is egy felkészülést. És hát megyünk Lettországba, ami ugye tavaly följutottunk egy osztályra följebb, és én azt gondolom, hogy ott az éremért fog játszani ez a is. Na, és ez, ez így legyen, de akkor meg előtte a, aláírunk előre egy biztos bennmaradást, igaz? Hát, legyen. Legyen így. Legyen, és legyen ez a végszó, és akkor nektek hajrá. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.